Budapest, Csokonai Kulturális Központ. Színház, zene, tánc, kiállítások mindenkinek. Egész évben, hét helyszínen. Az élmények otthona. Aki most van itt először, annak szeretném bemutatni, mi vagyunk a Palota Quartet, és minden hónapban egyszer, egy órában szórakoztatjuk Önöket, reméljük, hogy szórakoztatjuk. Kedves kollégám Kerek István, Gyurkovics Csaba, Bános Marcell, Sovon Tarkó Nagymennyi Dóra. 2 év alatt próbáltuk felépíteni, hogy mindenbe betekintést nyújthassunk, hogy miről szól egy kvártettezés. Most, aki újonnan jön, az egy folyamatba fog becsöppenni, úgyhogy lehet, hogy mondok olyanokat, ami új lesz, úgyhogy ezért elnézést kérek, de Haydnről már annyit beszéltünk, mert játszottunk már sok Haydn kvártettet, és róla most itt sok mindent nem hoztam, meg nem is mondani. Most egy olyan kvártettet hoztunk, ami Haydnnak több korszaka volt, többek között Londonban is járt elég sokszor, és a londoni éveihez 2 kvártett sorozat is kötődik. Ebből most a korábbit hoztuk el, ez az Opus 71-es kvártett sorozat, amit aponyi kvártetteknek is hívnak. Nagy nehezen, de megtaláltam, hogy honnan van ez az aponyi név. Kiderült, hogy Aponyi Antal gróf nagyban támogatta, hogy a szabadkönyves fáholyba Haydnt felvegyék, és emiatt a kiadott kortákon az Aponyi neve is szerepel. Tehát innen jött az Aponyi név, de ez a kvártett sorozat is a londoni kvártettekhez tartozik. A másik az Opus 76-os, amiből 2 vagy 3 játszottunk? 2 játszottunk az elmúlt évben. Igazság szerint annyi a különbség a londoni és egyéb más Haydn kvártettek között, hogy Londonban nem úgy fogadta a közönség a kvártetteket, mint mondjuk Bécsben. Bécsben nagyon nagy kultúrája volt, és nagyon, nagyon nagy volt a tábor azoknak, akik szerették a kamarazenét, és örömmel mentek, és tudták, hogy miről szól egy kvártett. Értettek ahhoz, amit hallanak. Na most Londonban ez egy picit máshogy volt. Ott kicsit laikusabb volt a közönség, és ott emiatt Haydnnak át kellett kicsit gondolni, hogy milyen kvártetteket ír. Az az érdekesség az egésznek, hogy Londonban, ha egy koncert volt, akkor nem egy kamarakoncert volt, ahol csak kis csoportok játszottak, hanem ott elvárta a közönség, hogy nagyobb apparátus is fellépjen, szimfóniákat szerettek hallgatni, versenyműveket, és hogy belopják nekik a kamarazenét, azt találták ki, hogy minden koncert elején volt egy darab valami kis kamara, és utána jött a versenymű vagy a szimfónia. Ez nekünk nagyon fura, tehát én nem tudom, hogy voltam-e Magyarországon olyan koncerten, ahol így volt felépítve egy koncert, de ez akkoriban Londonban nagy divat volt, és mivel színházakban volt nagy részt a koncert, ezért hát hál' Istennek ez ma már nincs, de ott azért gondolom, hogy még zsivaj volt, tehát hogy el kellett csendesíteni a népet. Ezért a 76-os sorozatban is van olyan kvártett, ami egy nagyszabású, szép, hangos akkorddal kezdődik. És ez a 71-es, amit játszok, ez is így kezdődik, és ez kifejezetten azért lett írva, majd meghallják, hogy van egy akkord, aztán semmi, és akkor elkezdődik a kvártett. Tehát, hogy azért volt ez az egy akkord, hogy na, akkor most kezdődik a koncert. Hát nagy vonalakban én többet nem mesélnék Haydnről, hanem haragszanak meg a kvártettek, úgyhogy hallgassák szeretettel Haydn Es-dur Opus 71 numero 3-as kvártettjét. Thank you.
Thank you.
Következő kvártett, amit választottunk, ez egy Mendelssohn kvártett lesz. Mendelssohn még nem játszottunk az elmúlt két év alatt, úgyhogy ez számunkra is újdonság. Még így együtt négyen sem játszottuk ezt a darabot. Ma fogunk ezzel debütálni. Mendelssohn egy német romantikus zeneszerző, karmester, zongorista és orgonaművész. Ezt a kvártettjét, amit most hoztunk, ez 1827-ben írta. Ő egy gazdag bankárcsaládból származott, és a vallási viszonyok nagyon érdekesek voltak, mert zsidó családba született, de aztán egészen más, tehát a zsidó vallásokat nem gyakorolták, ez a lényeg, és hát emiatt Mendelssohnnak egész érdekes volt a megítélése. Kicsit mindenhol ilyen árva gyerek volt. Egyik helyen ezért nem fogadták el, másik helyen azért nem. Talán a zenéje is emiatt egy kicsit. Szóval azt írták róla, hogy idézzek pontosan, hogy zenéje elegáns, szép, de lapos. Ezt írták róla, és ebben az a nagyon érdekes, hogy tényleg még így nem játszottunk ilyen Mendelssohnt. Talán mindenki ismeri a Mendelssohn hegedű versenyt, egy ilyen nagyon szárnyaló, nagyon kedves, tényleg egy ilyen vidám darab, és Mendelssohnra tényleg az a jellemző, hogy
a romantikusokkal ellentétben nincs benne semmi világfájdalom. Tehát ő leírja, ami jön belőle, és a Menza hegedűves ez ilyen. És ugye én is ezt a darabot ismerem, főleg ugye hegedűsként, és akkor jön ez a kvártett, ami megdöbbentő dolgokat hozott számomra, de szerintem mindannyiunk, mind a négyünk számára. Azt mondják Mendelssohnról, hogy ő fedezte fel újra Bachot. És ebben a kvártetben olyan elképesztő dolgok vannak leírva, tehát olyan fugák vannak leírva, amiket Bachnál hallunk. Tehát Bachra jellemző a fugáira, hogy olyan szövevényes, hogy egy szólam elmegy, soha többet nem talál haza. Hát reméljük, ez most velünk nem így lesz ebben a kvártetben, de ez is nagyon bonyolult és nagyon nehéz. Szóval ahhoz képest, hogy ezt írják, hogy szép és lapos, hát remélem, hogy osztják majd velem, de erről a darabról én nem mondanám, hogy szép és lapos, mert nem borzasztó elgondolkodtató. Ami még nagyon érdekes Mendelssohnról, hogy ugye azt írják róla, hogy ő fedezte fel újra Bachot, és gyakorlatilag innen, tehát Mendelssohntól vagy Mendelssohnig tartott a régi zene. Egyébként erről is vitatkoznak, hogy most addig tartott, amíg a hangszerek változtak, de közben arról is vitatkoznak, hogy nem változtak a hangszerek. Tehát mindegy, szóval az a lényeg, hogy Bach egy kicsit más felfogásban került aztán be. Tehát ő volt az, aki újra felfedeztette a közönséggel, hogy igenis Bach van, és Bach nagyszerű. Úgyhogy szerintem ez a kvártett egy tisztelgés Bach előtt, úgyhogy szerintem így hallgassák. Tehát ez Mendelssohnnak, jól felírtam, hogy pontos legyek, Ádúr numero 2-es, opusz 13-as kvártett következik.
Thank you.